Körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztunk egy pályázati lehetőséggel. Ez egy falusi turisztikai pályázat volt. És mivel itt volt ez a terület a családunk tulajdonában, itt volt ez a gyönyörű kilátás, ezért úgy gondoltunk, hogy belevágunk, és hát sikerrel pályáztunk, úgyhogy nem volt más választásunk, mint hogy meg kellett építenünk ezt a házat. Így vágtunk neki, és hát tulajdonképpen így lettünk vendégház tulajdonosok. Itt Pusztavacson vagyunk, ami úgy szoktuk mondani, hogy ez az ország és a szívünk közepe, és tényleg egy csodálatos helyszín, de ez nincs benne a köztudatban, az emberek nem igazán ismerik Pusztavacsot, ezért nekünk valamilyen pluszt kellett kitalálni ahhoz, hogy ide csábítsuk a vendégeket. Akkor még elég ritkaság számba ment, hogy van wellness részleg vendégházaknál, mi pedig egy egész komoly wellness részleggel készültünk, nekünk van szaunánk, egy beltéri medencénk és egy masszázs medencénk is. Az a tapasztalatunk, hogy a vendégeink elég jól tudják használni a masszázsmedencét. Nagyon szeretik, általában, ha megosztanak fotókat a helyről, akkor javában egy ilyen masszázsmedencés, meg egy teraszon ülős fotó szokott lenni megosztó, úgyhogy innen gondoljuk, hogy szeretik és hogy fontos nekik. Körülbelül másfél éve elkezdtünk egy fejlesztést és megcsináltunk egy másik házat is, illetve most építünk kisebb házakat, és mindegyiknek lesz külön masszázsmedencéje, illetve van is. Ennél a nagynál beltéri a masszázsmedence, a többinél kültérit terveztünk. Amikor medencét kerestünk, akkor megnéztünk több opciót. Nem sok olyan volt, ami számításba jött, mert nekünk nagyon fontos volt az, hogy stabil legyen a szerviz háttér és az alkatrészellátás. Úgyhogy ezért volt nekünk nagyon jó, hogy ráadásul hozzánk közel Dabason van a Wellis-nek a központja, így gyorsan tudunk segítséget kapni, ha esetleg valami probléma lenne.